get it. That's what I'm talking about. Wait. Okay, now, from the beginning. Hit it, boys. Te említetted, hogy itt esetleg lesznek szerelmes párok is. Igen, lesznek. Méghozzá sokan. Már legyél? Hány pár van? Neked jön a barátod. Van egy borászbarátom, a Demeter Csabi, akivel nemrég a Hortobány szélén leszólítottunk egy kondást, és megkérdezte, hogy akkor ő hogy találta a kondás ura a párját. Hol találta magának a feleséget? Itt nincsen semmi. Elvált vagyok. Amúgy. És a interneten tanulkoztam. Ezek szerint a Csabi barátomat is elhozhatom legközelebb? Hát szerintem abszolút, itt olyan rezgések vannak. Rezgések? De szerintem a Szinte a beszéges erre. Szinte pont ebben a házban jött össze a barátja. Na, nem! Hoppá, nem volt semmi. Jó, ezt megbeszéljük. Egyre jobb a dolog. Megérkezünk a Rókatanyára, és a második órában már csajozásról, már bocsánat, tehát a de a tanya nagyon jó hely lehet a romantikázásra, jó. Csillagos ég, minden egyéb a tóparton, a naplemente, napfelkeltek, tökéletes, úgyhogy nagyon jó pont az ilyenekre. Gyertek! Nézzem észre? Én dugos vagyok. Te dugos vagy? Igen. There's a drunk on a corner where the big boys play, where the whiskey's flying like the river, but they'll never come for the booze and things. Egy biztos, most a Rókatanyából, amelyet eddig láttam, és a Rudacsi tavon
keresztül azt tudom mondani, hogy én ebben az évben, 2024-ben nem Balatonon fogok be. Azt tudja, ezt most itt lerakom. Jó, nagyes, szeretettel várunk. Akkor egymásnak segítünk letusolni mindenre. Tettünk, 11, hogy 10. Van egy YouTube csatornánk, ami ugye van. 11-10-kor kezdünk. Az ideafotozója és a létrehozója. Igen, én vagyok. Akkor... Nem sokáig leszek még szingli, de azért még rám írhattak. Ez fontos volt, ez az informál. Mi nem forogtál, Zoli? Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Sopronból, Szegedről, világ végéről, mindenhonnan. Nagyon jó érzés mindig, hogyha eljöttök. Hallgassuk meg Krisztinek a terveit, és én úgy tudom, hogy most egy videózás kezdődik, és utána pedig vágás talán, és aztán pedig egy ebéd, és aztán pedig egy kis szünet, ameddig én is szeretnék egy pár szót beszélni így még a szervezetfejlesztésről, meg ilyesmiről. De hogy nagy vonalakban egy ennyi a tervén, úgy tudom. Jó. És erre is iszok egy. Nagyon helyre. Istvánt szeretném bemutatni nektek, aki egy elég távoli galaxisból pottyan közénk, ugyanis ő nem filmes. Mondanál néhány szót, hogy miért vállaltad azt a rizikót, hogy egy szobába aludtál velem ma éjszaka, nem túl sokat, mert horkoltam, de miért jöttél el velem? A szervezetfejlesztés, a közösség, a fiatalok program, az kifejezetten vonzott, és egy ilyen szép helyen, vidéki helyen kifejezetten öröm egy programra jönni. Jó, ezt most akkor kezdjük újra, mert számomra ez úgy haladszott, hogy egy politikus elkezd beszélni, és már alakszol. Tehát akkor csináljuk ezt úgy, hogy mondd el, légy szíves, hogy te tulajdonképpen mit szeretnél itt kapni, vagy adni. Ennyi. Pár szóval. Azért jöttem, hogy az ifjúság segítő tapasztalatommal, vagy közösségépítő tapasztalatommal tudjak segíteni az itteni szervezetnek is a működésében, fejlődésében, és ezáltal egy kicsit részt venni itt a közösségben. Hát akkor azt mondhatjuk így, gyorsan lezárva ezt az entrét, hogy te egy ilyen parszifáli minőséget tudsz képviselni itt az itteni magyaroknak? És nem magyaroknak? Hát hogyha a parszifáli... Nem viccelek, mert itt mondtad a segítség szó. Persze. A védelem, a segítség, a támogatás az egy fontos gondolat és szempont számomra. Na. Én meg fogom kérdezni tőletek, hogy ez a füzet mit tartalmaz. Ti ugye itt születtetek elvileg, meg stb. Ugye akkor nézzük meg, hogy a helyismeretetek ez hogy működik itt, jó? Csalódás lesz. De én is csalódás fogok közni. Tehát, az első kérdésem, bocsánat, szemüveget föl kell. Én nem tudok olvasni. Norbi a legjobb filmes közöttünk nem tud olvasni, Zoli után. Jó. Akkor én kérdezem a következőt. Mi jut eszetetek arról, hogy a fiatalok követik a hagyományokat? Mi jut eszembe erről? Arról, hogy kövessük a hagyományokat, hogy szerintem az alapvetően nem ilyen külsőségekben nyilvánul meg, mint például az, hogy milyen pulóvert hordok, hanem az, hogy mit gondolok arról, hogy hagyományokat követünk. Tehát például én alapvetően zenész vagyok, én abban tudok gondolkodni, az az én irányom, és például abban, hogyha azt mondják nekem, hogy mondjuk Palóc népzene, én egyébként északról származom fentről, akkor például az engem nagyon érdekel, szoktam ilyeneket hallgatni. Amellett, hogy persze megy nekem is a metal, meg ilyesmi, de azon kívül én nagyon szeretem azt a zenét is, ami nekem az otthonomhoz köt, ami igazából hagyományos. És én ugyanúgy tisztelem ezeket, mint az új dolgokat, és az én ötvözetem. Most a bohockodás félretével részemről, én azért nagyon meg szeretném kérdezni Robin Hoodot megint, hogy mivel hogy te most érkeztél a kedves barátnőddel, és a többieket már tegnap inkvizíciós módszerekkel megtudakoltam, hogy ők miért jöttek ide és mit várnak? Hogy egy ilyen furcsa, egy őrült naplójának a manifestációja, mint én, egy szabad filmes, megjelenik itt Délvidéken, és egyszer csak betoppantok ti ezzel a nagyon érdekes minőségekkel, amit itt látok rajtatok. És miért jöttetek? Őszintén kíváncsi vagyok erre, nagyon.
Mit mondtál? Ingyen kajaszállás. Ingyen kajaszállás. Bocsánat. Akkor ti verziótok az olasz. Ugye én a fesztiválban most már sok éve résztvevő vagyok, igazából azért jöttem, mert egyrészt ez egy komoly csapatépítő annak a csapatnak, amit évről évre dolgozik, másrészt pedig azért, mert ugye én vezetem a marketinget, és szeretnék tanulni és fejlődni. Ti egyébként szeretnétek itthon maradni, vagy inkább elzúznátok más országokba mosogatni? Most én már elmentem, én már itt már döntöttem. Elmentetek? Ez a sor. Igen, ez a sor már vándorló. Mi szegediek vagyok. Ő ugye eredetileg Magyarország ide, én már ugye Szegeden jártam főiskolára, és ott is maradtam, én már ott dolgozom. Először Bécsbe költöztem 6 évre, aztán pedig most Szegeden vagyok egyetemista. Mennyi idős vagy te most? 15. 15 éves, az igen. Honnan jöttél? Szabadka. Szabadka. Szerbül, hogy hívják ezt a települést? Szubotica. Nem egy kicsit. Hey! És miért jöttél? Hát a... Nekem az ás a társaság. Az ás a társaság? Mi? Társaság. 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 Mások, tegnap is elmondtam, hogy ez a filmes iparba szeretnék itt belekóstolni. A filmes iparba nem szeretnék filmes ipar, belekóstolni a Rokafest anyán. Zseniális, nagyon tetszik. Jó. És mi az első, ami igazán érdekel a filmes iparból? Hát a szereplés. A szereplés? Tehát ilyen celebrity dolgokat szeretne? Szerepelni szeretne? És is. Meg melyik a másik? Belekóstolni? Szereplés. Aha, és miért szeretné szerepelni? Hát az egy igen jó kérdés. Hát azokat szoktam föltenni, igen? Nyugodtan, hát mondom. Hát... Igazából... Nem szabad, sőt, erőt verjétek az asztrál testetben, maradjál csak, légy szíves. És a Filip is maradj meg, légy szíves. Igen, figyelj. Központú ember szeretek néha lenni. Milyen központú ember? Hát ilyen központban. Tehát központban lévő államember. Aha. Voltam. Voltál eddig? És próbálok ebből kinőni, hogy de legyen az. Értem. Már eddig az volt, hogy... Túlságosan központban voltál eddig? Nem. Hát most szeretnél bekerülni igazán. Nem. Most egy. Akkor mit szeretnél? Nem is tudom megfogalmazni. Hát azért vagyunk itt, hogy... De nem baj, hát ez egy gyakorlat. Úgy jött föl, mint ez egy ilyen első megbeszélés, egy pre-production session, és akkor most itt lámpaláz, tessék. Van láz csillapítótok? Igazából nem tudom eldönteni már, hogy... Keresed önmagad. Igen, keresem önmagam. Elég rendesen. Cheaters. Na jó, akkor mit szeretnél lenni az elkövetkező 6-7 évben, hogy látod önmagadat? Ez egy tipikus menedzser kérdés, de érdekel. Hát, az iskola. Iskolában szeretnél lenni? Hát nem szeretnél, de muszáj lesz. Filip? Kérem. Mit mondtál nekem tegnap este? Sok mindent mondtam. Hát nem olyan sokat, mert nem vagy bőbeszédi, ne haragudj. Tehát hát, nekem mit mondtál? Ott ültél abban, azon az asztalsoroknál, hát és? Lehetnék egy stand-up komedista. Hogy lehetnék én egy stand-up komedista? Így van. Jó. Miért vagy itt? Tulajdonképpen nagyon új tag vagyok itten a Rokafestnek a kisegítői között, és nagyon sok dologban szeretnék részt venni itten, mert még nem ismerkedtem még nagyon új senkivel, se nem nagyon kötődött még úgy barátokhoz. Én egy kedves ismerősömön keresztül ismertem meg ezt az egész Rokafest dolgot, és nagyon megtetszett maga az ötlet, és szeretnék mindenben segíteni, amiben tudok itt segíteni. Szuper, nagyon szépen köszönöm. Kollégák, legyenek szívesek, tiszteljék meg a figyelmetekkel a többieket is, jó? Ha lehet, jó? Egy perc. Csak ennyit szeretnék kérni titeket, jó? Ez egy ilyen stábértekezlet, hogy mi is meghallgattunk titeket, és akkor ti is minket. Köszi. És akkor utoljára, de nem utolsó sorban, légy szíves egy rövid bemutatkozást. Hulló Bálint. Igen. Hát én vagyok ennek az egész anyának az egyik házi gazdája. És? És a Rokafest egyik főszervezője is. És? Tessék? Ja, és hogyha minden jól alakul, akkor videót is megtanulok majd vágni. Tehát utómunkával szeretnél foglalkozni. Igen. Utómunkával. Ezzel is. Tök jó. Miért? Azért, mert most egy olyan időszakomban járok, hogy egy új dolgot akarok kipróbálni, ami távol áll tőlem.
És akkor ebbe akarok belekóstolni, hogy milyen lehet egy videót összevágni. Összevágni, összerakni, tök jó. Mindenkitől meg szeretném kérdezni azt az nagyon egyszerű kérdés, hogyha pénzt tudnának keresni videózásból, filmezésből, TikTokozásból, mit tudom, és akkor, hogy csinálnátok, vagy nem? Ha pénzt lehet belőle keresni. Kezdjük veled. Abszolút. Igen. Kinyisik már mit mond? Persze. Szeretném? Persze, hogy igen. Tehát, hogyha tudnál pénzt keresni, akkor csak a videózásra foglalkoznál simán. Persze, az legnagyobb első munkám akar. Csak az. Jó, akkor ezt megbeszéltük. Hölgyek? Ezek az órán. Amikor órán beszélgetsz, és a tanár hozzád szól, na akkor válaszolj. Általában én akkor tudok válaszolni, úgyhogy kérdést várok. Jól tudnál pénzt keresni azzal, hogy tartalomgyártás csúnya szóval, vagy hogy igen. Kis filmeket, videókat készítenek. Igen. Akkor csinálnád? Igen. Őszintén én azt mondanám, hogy nem, mivel én más dologba kezdtem el az életemmel, és úgy érzem, hogy így egyébként, hogy így be tudok segíteni például ilyen projektekben, meg Rókafesztén sokkal több élvezettel tudom csinálni. Az eddigi tapasztalataimat kibővítsem, hogy minél többet tudjak tanulni. Én ugye említettem azt is, hogy amennyiben tehetném, akkor teljes munkaidőben végezném ezt a tevékenységet, akár a kis filmkészítést, vagy ugye nem szereted a kifejezést, vagy tartalomgyártást. Köszönöm. De... Mi az akadály ennek, hogy nem tudod teljesíteni? Az, hogy jelenleg is van egy teljes munkaidős állásom. Zubi a legkapcsolatban. És forogsz? Aha. Ugye nem az amerikai hadsereg történet, mert ahogy beléptél, úgy néztél ki, mint egy igazi Yankee, aki a Marine-ektől jönne. Nem. Én vagyok Leon. Leon? A profi? Ja, profi. Tegnap este már itt voltál. Meg tudnál ismertelni a kedves nézőinknek, hogy tulajdonképpen miért jöttél ide erre a rókafesztes helyre, és mit szeretnél ezen az egy-két napon itt? Hát nagyon érdekel ez a filmesipar lényegében, és ez a workshop, valamint az itt lévő emberekkel szeretek társalogni, és emiatt vagyok itt. Hit it! That's what I'm talking about! Wait! Okay now, from the beginning. Hit it, boys.